mindenki férfi volt a stábban, és mindenki izgott, és a Dertes vezető azt mondta, ne izguljatok, jön a Jancsó, és megcsinálja. Akkor elmentünk forgatni, és nem jött Jancsó. Hát csak a Jancsóné jött. És igen. Jó. Ide. Oda le. Nehogy nem szabad állítólag a padlóra tenni a táskát, mert igen. Rossz csődbe megy, megy az ember. Igen, elszalad a lengyeleknél ez ott a... Ott is, hogyha hátranakom, hogy becsukod az ajtót. Lengyeleknél ez a fáma, hogy nem szabad be, akkor elszalad. Én is ezt hallottam. Én is ezt hallottam, úgyhogy nehogy itt miattunk legyen csőd. Én mindig hátul ülök. Aha, megvárom még. Egész életemben. Azt a helyet szoktam meg, mert fiatal koromban nagyon szerettem aludni. Aha. És... Segítsek? Igen. Jó, pillanat, csinálok így. Mikor mentünk forgatni, akkor még egy kicsit aludtam, és ott mindig lehetett aludni. Okay. Mire kiértünk a helyszínre, addig még egy kicsit aludtam. Te jól bírtad mindig ezt a filmezéssel járó őrült időbeosztást? Tehát ott tényleg aztán hajnalok hajnalán kezdtek, 10-20 órákat dolgoztak, aztán utána meg csönd van, szóval azt a fajta rendszertelenséget, amit a filmezés jelentett. Te, én igen, úgy látszik ez valahogy, nem tudom, ez velem született. Én soha nem voltam kellemetlenül ideges. Uh-huh. Minden, nagyon sokan, hogy ez mi lesz, meg hogy lesz. Én úgy örömmel mentem film, akkor dokumentumfilm, szerettem az emberekkel dumálni, és nem volt bennem az a feszültség, hogy most valami szörnyű alkotói dolog történik, vagy ja. Fantasztikus, és én akkor nem. Tehát nem szorongtál, hogy jól sikerül-e, meg összejön minden. Az egy szerencsés alkat akkor. Nagyon, nem, nagyon, mert nagyon kevés ilyen alkat van. Igen. És azért nagyon sok minden tönkre mehet, mert nagyon sok minden függ másoktól, színésztől, többi technikai szakemberektől. Igen, és a színészek azok érzékenyek nagyon, és nagyon megérzik azt, hogy az ember ideges, bizonytalan, meg nem tudja, hogy... Nem is az, hogy nem tudja, mert azért nagyon izgulós nagyrendezők. Jancsó például izgulós volt. Tényleg? Igen. És ez hogy manifesztálódott, amikor Jancsó Miklós izgult? Hát az elején, de tudod, neki elég bonyolult volt a karrierje, mert mindig nagyon okos és tehetséges ember volt, de eredeti fickó, és az a világ, amiben kezdte a filmezés, ezt a fajta gondolkodásmódot nagyon nehezen fogadta el. Igen. És akkor azért maradt, lettek neki fányai, meg de mi mindig akkor, mikor együtt kezdtünk élni, mi mindig a kettes telepen éltünk, és a kettes telep... Mi az a kettes telep? A kettes telep az ott volt a stadionnál, az lebontották. Jó, értem, tehát egy lakótelep. Nem. Az egy régi ház volt, amiben ez nem ma film volt, hanem kettes telepnek hívtuk. Jó, értem, tehát ez ilyen filmes, oké. Okay. És a dokumentumfilmesek és a tehetségtelen emberek, hogy úgy mondjam, azokat oda... Még a nagy filmgyárban téged nem vettek be. De most
Igen, okay. ez egy ilyen érdekes ez dolog. Ez érdekes, hogy már itt szelektáltak, hogy ki az, akit mi tehetségesnek vagy nagynak tartunk, és ki az, aki a másodvonal. Igen, és bekerülni oda a Róna utcába, az egy, akkor a Lumumba utca volt. Igen. Az egy nagy-nagy, emlékszem, ez egy nagy megtiszteltetés volt, hogy egyszer csak ott találod magadat, és szembe jön veled a Keleti Márton. Uh-huh. És akkor a Keleti Márton, mikor szembe jött velem, akkor úgy rám nézett, és mondtam, hogy jó napot, és azt mondta, na, hát hallom, hogy maga is filmrendezőnek jött ide. Mondtam, hogy igen, na jó, és ment tovább. Aha. De akkor nem ő volt az, aki azt mondta, hogy nő, ne rendezzen filmet, mert nem neki való? Nem, ő... Azt hallottam, ezt is mondták neked, hogy nem nőknek való. Azt gyakran mondták. Tényleg? Ez... Igen, 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 igen. És erre akkor te mit éreztél, vagy mit mondtál, vagy volt erre kész válaszod? Nem foglalkoztam vele. Tudod, szóval valahogy azért ebben sokat számított az, hogy ezt utólag tudom, hogy én a főiskolát Moszkvába végeztem. Uh-huh. És ez a bűvös szó, hogy Moszkva, attól bocsánatot kérek, mindenki beszart. És nem tudták most, engem nem minősítettek, amíg nem látták mondjuk a filmeimet, még nem kezdtem el csinálni, mert ugye mögöttem volt az a Moszkva. Igen. Hát, akkor az megérett téged, igen. Szemműtétem volt, és azért egy kicsit könnyen. Azt látom, hogy piros egy picit, nyugodtan. Igen, de már... Nem zavarja a nap? Jó, már igyekszek mindig vagyok. Akkor háttal menni igen, a napnak. Igen. Úgyhogy... Szóval Moszkva megvédett, és egy olyan alkotó embert, mint te vagy, akiről mindenki azt mondja a szakmában is, meg azon kívül is, hogy egy végtelenül egyenes, szabadságszerető és tisztelő, igazsághoz ragaszkodó, szókimondó ember. Az hogy viselte ennyi éven, évtizedeken keresztül ezt a rendkívül korlátolt és korlátozásokra épülő rendszert? Tehát, hogy te nem érezted azt, hogy neked itt bontani kell, lázadni kell, vagy egyszerűen csak a munkáddal? Igen, a második. Mm. Szóval én, tudod, így utólag, 30 évvel azelőtt, ha megkérdeztél volna, akkor talán nem tudtam volna így válaszolni, de most már, mikor ezen néha gondolkodom, hogy történtek az események, akkor én azt hiszem, hogy nekem a szörnyű gyerekkorom, ami elpusztította az apámat és az anyámat, és én életben maradtam, az valószínűleg, és jól maradtam életben, nem egy szörnyű, magányos, szenvedő kis gyerek, hanem szerintem én akkor már felnőtt lettem azonnal. Hány éves voltál te akkor? Hát 14. Uh-huh. Akkor ez fölrántott. És akkor miután életben maradtam, és akkor ez úgy, ez az élet úgy tanított meg, hogy miután nevelő anyám volt, meg minden, semmi nem volt úgy igaz, ahogy igaz. Úgy mindig igazat mondtam. Hát és mindig kiabáltak velem, hogy miért mondom ezt. Mondom, mert ez az igazság. És valószínűleg így volt ez mindig velem. És másik nagy szerencsém volt, hogy nekem nagyon jó partnereim voltak a férfiak. Három nagy kapcsolatom volt, és mind a három kapcsolat okos volt, sokszínű volt, és szerelem volt, ami azt jelenti, hogy romantika, szex, szeretet, szóval ez minden... De hogy kell. Ez kell. Lenne. Igen, ilyen ennélkül. Voltak, hát persze ezek erős, iszonyatosan erős egyéniségek voltak ezek a férfiak. De az nekem tetszett. Uh-huh. Én nem
ez nem okozott problémát, azért voltam velük, mert ezt szerettem. És ők is ezt elfogadták, nem úgy fogadtak el, na most, hú, hát általában rendezők vagy színész, akkor egy csinos, szép, gyönyörű színésznőt választ. De azok még voltak nekik útközben, de én sokkal úgy látszik érdekesebb voltam. Zavartak téged az, hogy esetlegesen hello, esetlegesen, hogy színésznő jelenléte még az élet, a férfi, a melletted lévő férfiak életében. Volt-e ilyen, és hát tudtál róla, és hogy zavart-e? Tudtam róla, sokszor tudtam róla. Nem, zavart olyan értelemben, hogy hát az ember érzékeny, de nem szenvedtem tőle, mert ezek a férfiakat én választottam, és tudtam, hogy mit választok. Én úgy, ha őket, ha csak én szeretem őket, és másnak nem, uh-huh. akkor nekem se tetszettek volna. Ezek olyan, nem. Hát néha az ember szomorúbb lett, ha valami komolyabb, de nem volt komoly. Uh-huh. Hát ez tudod, filmes, ugye a Jancsó az rendező volt, körül volt véve érdekes, tehetséges emberekkel, nőkkel, férfiakkal. A Novicki a színész volt, uh-huh. az a pláne körül volt véve. Rengeteg filmet csinált, utazott. Ezt nem lehetett úgy kivédeni, hogy én durcáskodok, hogy te megcsalsz, vagy te hülye vagy. Nem, ez volt egy életforma. Amikor tudtam, hogy az én érzéseim elfogytak, akkor én úgy is elmentem. Mindig így történt, mind a három esetben aha. az történt. Ez is valahol ilyen nagyon korrekt, tehát ez az igazságnak, az igazsággal való szembenézés és beleállás abban, hogy elmúltak az érzések, nem próbálok valamiben benne maradni, ami már nem jó nekem. Így van. De hogy ez nem feltétlenül jellemző azért sokunkra, mert hogy ezek nehéz döntések, és néha az ember a könnyebb ellenállás irányába mozdul. Annyira izgalmas és csodálatos volt az életem ilyen szempontból is, hogy semmi, voltak rosszabb pillanatok, meg jobb pillanatok, de nem tudom elképzelni, hogy másképp éltem volna. De hogy az, hogy 86 évesen még premiered van, és csinálsz egy olyan filmet, mint ez az Aurora Borealis, amit hagyd mondjam el, hogy patakokban volt a könnyem. Tényleg, én szerintem biztos kapsz nagyon sok hasonló visszajelzést erre, igen. hogy ez egy olyan mélyen felkavaró, de közben olyan felszabadító mozi, hogy tényleg nagyon nehéz ezt jól körülírni, anélkül, hogy az ember itt áradozna vele szemtől szembe, amit tudom, hogy nem feltétlenül annyira szeretsz. Szóval, hogy nagyon, tehát hogy valaki egy ekkorát dobja a 86 évesen, és ugye elmúlt 8 év az előző film a két pillanás nem, ez tulajdonképpen, mert csináltam dokumentumfilmet, és Lengyelországban dolgoztam. Magyarországon elmúlt. Igen, akkor csak nekünk múlt el sok, igen, sok de, de Lengyelországban közben dolgoztam. Szóval, hogy oké, hogy most mondod, hogy jó életem volt, és múlt időt használsz, de hogy ezért ez nem múlt idő, tehát, hogy itt még, te még tele vagy. Jaj. A hölgy, tessen körülnézni, bocsánat. Nem akkor őket most átengedni, mert nem annyira néznek körül, hogy a gyalogosok. Ha már itt a múlt időről beszéljük, ne okozzunk senkinek múlt időt. Szóval, hogy te múlt időt használsz, de azért neked az életed még nagyon nem múlt idő. Nem, az életem nem múlt idő azért is, mert abból a családból, ami volt és ami a múlt idő, mert hát Jancsó elment, hogy ő meghalt, ez a szomorú dolog, az első szerelmem is, de a Novicki még él,
más országban él, mi közösen döntöttünk, főleg én, hogy én elhagyom, én nem fogunk öregségre együtt élni, mert én nagyon-nagyon szerettem az unokáimat. És én nem akartam, én utaztam két ország között 20-valahány évig, és nagyon élveztem ezt az életformát, mert nekem ez az életforma nagyon megfelelt, de most egyszerűen nekem annyira hiányoztak a felnövő fiatalok, a gyerekek, az unokák. A gyerekek már öregek, de az unokák csodálatosak, vagy új generáció és minden, és én visszajöttem. Én nagyon élvezem, hát most, hogy sok helyre hívnak, és már azért én annyit utaztam, beutaztam a világot, már nem szívesen, de miután ők akarnak utazni. Uh-huh. Az unokák. Igen. És jönni veled, vagy menni veled. Hogy én azért hogy... megyek veled. Ja, hogy ők akarnak utazni. Hogy ők akarnak utazni. Azt te hogy viseled, amikor ünnepelnek? Ez jól esik? Beleállsz és élvezed, vagy pedig inkább zavarba hoz? Mikor szembe dicsérnek és hát beszéd nézd, van és minden. Zavarba nem hoz, de valószínűleg megtaláltam a formáját, hogy én ezt nem veszem ünneplésnek. Hát akkor minek veszem? Hát fecsegél. Ja, hogy csak dumáltok egy jót. Igen. Örülök. Persze örülök, ha de te azt mondod, hogy olyan filmet csináltam, ami neked így és így. Akkor én, de nem azt örülök, hogy jaj, Istenem, ő most ezt mondta nekem, és én remegek, hogy milyen fantasztikus műveket csinál. Ez nagyon, azért nézd, nehogy azt higgye, hogy én egy nagyképű hülye öregasszony vagyok. Nem, ez olyan, igen, ez olyan természetes, hogy erről az ember hall vagy beszélget, de tudod, azért valamikor, pontosan emlékszem, ez Párizsban történt, akkor már olyan 50-60 éves lehettem, és sétáltam, és találkoztam az Anna Karinával, akkor a nagy sztár volt, a Nouvelle-Vague sztárja, és jött a Jean-Luc Godard oda a Flore, Café Flore-ba, ott volt randevunk. És ahogy mentem ott az utcába, hogy találkozok velük, és akkor ott leültem, nem, ők már ott ültek, és akkor jött még a Jean Moreau, meg még egy pár, mit tudom én, nagy név, akik ott ittak kávét, és ült. És akkor én messzire megláttam őket, és megálltam egy kereszteződésnél, hogy át kellett menni, hogy oda bemenjek a Café Flore-ba, és akkor eszembe jutott, és mondtam magamnak, mi lett volna veled, Márta, ha kiderült volna, hogy te tehetségtelen vagy. És volt erre válaszod? Ne, biztos szomorú voltam. Egy pillanatra szomorúság, és ugyanakkor boldogság, hogy nem ez történt velem. És ezt úgy éreztem, hogy ezt az anyám és az apám hagytak rám. A tehetsége, ami életben. Valamit, ami úgy tudott életben tartani, igen, a veszteség igen, után. Igen. Hogy értelme van, és célja van, és lendülete igen, van. Igen, ők hagyták rám, és ez az érzés ott született akkor, és akkor tulajdonképpen először életemben komolyan vettem azt, hogy én filmeket csinálok. Az Aurora Borealis, az új filmedet hova teszed a saját életművedben? Az hogy értékeled te magad? Hát úgy érzékelem,
én nem, de soha nem elemzem a filmjeimet. Mm. Na most, mikor kaptam ezt az akadémia díjat, akkor levetítették az első filmemet. Mert ugye akkor a világon összesen két nő volt rendezőnél, az Agnes Varda és én. És te, igen. És az az első film. És az jövőre lesz 50 éve az első filmet premierje. És ott levetítették, és én azt hittem, hogy abból a sok emberből a fele legalább elment. De nem mentek el. Kicsit izgultam, hogy Jézus Mária első filmet, tehát én legalább 30 éve nem láttam. Nem is emlékeztem. Azt tudom, hogy nagyon szerettem benne a Kovács Katit, és hogy érdekes volt akkor, azért érdekes volt ezt a filmet megcsinálni, mert mindig akkor a stáb, mikor kiderült, hogy adnak egy kis pénzt, hogy ezt a filmet megcsináljam, akkor mindenki izgult, mindenki férfi volt a stábban, és mindenki izgult, és a gyártás vezető azt mondta, ne izguljatok, jön a Jancsó, és megcsinálja. Akkor elmentünk forgatni, és nem jött Jancsó. Hát csak a Jancsóné jött. És akkor forgattam. Na most, akkor a Boostert ugye egy hét múlva láttuk meg, uh-huh. És akkor az a Booster rendben volt, akkor azt mondta, a nagyon helyes egyébként, ottán sokat dolgoztunk együtt, gyártásvezető, akkor a producer, hogy ne izguljatok a vágásnál, ott lesz a Jancsó, ez már rendben van. És aztán megint nem volt ott a Jancsó. Sőt, a poén az volt, hogy jött egy olasz nagyszerű kritikus, Lino Micsige, aki akkoriban nagy-nagy fej volt, és az összes magyar filmek között az ő fesztiválra az én filmemet választotta. Fölháborodás volt. Még nem is volt összekeverve a film. Ő megnézte az anyagot, azt mondta, hogy ezt viszi. Nem is akart másra hallani. Aha. És akkor én vittem a Jancsót, az én fesztiválomra jött. Ő volt a plusz egy fő. Igen, ő volt a plusz egy fő. És akkor ez pont a forradalom volt akkor Párizsban. Aha. 68-ban. Igen, és akkor átmentünk Párizsba, és akkor ott mi is csináltunk forradalmat, csináltunk a Jancsó egy biciklit bérelt, és egy piros ingbe furikázott, és én kicsit féltem, de nem nagyon, úgyhogy érdekes volt. De nem válaszoltál arra, hogy hova teszed az Aurora Borealiszt az életművedbe. Értem, ja. Hogy nem elemzed, na, de mégis azért... Hát még nem tudom, hogy nézd, én azt hiszem, egyrészt én örültem, hogy egy ilyen témához hozzányúltam. Én már régen akartam, ez az erőszak, a háború, meg nem háborúban a nő kiszolgáltatottsága, hát különösen ugye a hatalom által, meg ez mindig érdekel. Hát és most aktuális megint. Igen. És a másik nagyon fontos volt a Maria Töröcsök. Uh-huh. Én beleszerettem újba, én mindig szerettem őt, legnagyobb színésznőnek tartottam, mindig. Uh-huh. Különösen filmbe. De színházba is, nagyon nagy színésznő. Nagy kaliberű ember, és én újból beleszerettem a Mariba, a mostani öreg Mariba. Én annyira, mikor találkoztam vele, én itt lakik valahol, találkoztam vele, egy kávét megittunk, és leültünk beszélgetni, akkor én elhatároztam, hogy én valamit csinálok. Nem mehet el úgy, hogy ne játszon el egy nagy szerepet. Nem lehet, hogy ők kis epizódokból látjuk őt valamiket, uh-huh. Elvillant, mert az, ami benne van most, az kell, hogy létezzen. Az a jelenet, amikor a film vége felé
az udvaron fölnéz az égre, igen, és elbúcsúzik az életétől. Igen. Én akkor kezdtem el visszatarthatatlanul sírni, mert a Törőcsik Mari, mondjuk ki, ebben a filmben búcsúzik. Igen. És de nem vélem, hogy még én is remélem, hogy nem. Persze, hogy remélem. Most ugye olyan hírek vannak róla, hogy nincs jól. Most tegnap, mikor visszajött a Berlinből, fölhívtam a lányát, és azt mondta, hogy megint egy kicsit jobban van. Jaj, de jó. Nagyon drukkol neki az egész ország, én igen is. De hogy abban a, ebben a, tehát hogy nem tudjuk, hogy el fog-e tudni még egyszer, vagy lesz-e még egy ilyen szerep, lesz-e ereje, nem tudjuk ezt most ebben a pillanatban, de ebben az a jelenet, az egy olyan koronát tesz fel szerintem az ő munkásságára, hogy neked ebben igazad volt, hogy nem mehetett el, vagy nem mehet el úgy, hogy egy ilyet ne játszon el. Igen. És ott akkor nem is gondoltam erre, ahogy te most pontosan megfogalmazod, mert én nekem még így betegen is, a Mari nekem nem olyan, aki mind, szóval megöregedett, és most majd elmegy, nem tudom, én nem látom, én magamat se látom öregen. Szóval én tudom, látom, mert fáj a lábam, meg minden, de én nem érzem az öregséget úgy, hogy ez, én a Jancsót, 92 éves volt, mikor meghalt, tehát már az utolsó percei, napjai azok elég, mert tényleg akkor már nagyon beteg volt, de mindig csodálatos férfi volt. De nekem nem öregedett meg. Én oda mentem hozzájuk, és akkor beszélgettünk, és ő volt a Miklós. Értem, amit mondasz, és azt is értem, amit a Mariról, Törőcsik Mariról mondasz, és tényleg soha nem fog elmenni igazából. Nem, tehát, nem. Hogy még kicsit olyan faramúci is, hogy erről beszélünk most, miközben miért ne lehetne arról is az élet elejéről, közepéről és végéről beszélgetni, és azért az, amit az ő pályája az olyan csodálatos és gazdag volt, és azt néztem, hogy mennyire mozogtatok ti párhuzamosan, miközben nem feltétlenül voltatok ti folyamatosan alkotótársak, de azért néha össze-össze fonódott a ti életetek, mi, nem? Igen, léteztünk, állandóan léteztünk, és ő, ha nem is találkoztunk gyakran, hát ő aztán nagyon elkötelezte magát a színház, és az egy élet, én viszont Lengyelországban, de mindig mi találkoztunk. Uh-huh. Na most az az érdekes, azt akartam mondani, hogy a Marinak az, hogy megcsináltuk ezt a filmet, én soha nem felejtem el, mikor először láttam a Körhintát. Uh-huh. Ez 56-ban volt, azt hiszem. Mari még főiskolás hallgató volt. Igen. És van a Marinak egy közelie, amikor fölnéz, ott megy a Körhinta, és fölnéz a Sós Imrére. Igen. És én most öregem, hogy az az arc, azért sírta biztos el, mert az az arc, ami kimegy az udvarra, az nem egy öreg arc. Nem. Neki sok öreg arca van a filmben, mikor azt mondja, hogy nagyon nehéz lesz, meg mikor azt mondja, hogy szörnyű volt kihordani az ellenséget, akkor ő fáradt öreg, de ott ő ugyanolyan arcon néz föl. Ott ő ragyog. Ragyog. Ugyanúgy ragyog, mint a Körhintában. Most, hogy mondod hogy tényleg az ott majdnem, hogy ugyanaz az, igen, arc. Ugyanaz, de hatásában az ugyanaz a ragyogás lehet. A Jákob, az unokám, aki az ő unokáját játsza, fölemeli a fejét, akkor is a feje olyan. Uh-huh. És ezt nem kellett neki mondani. Ez benne volt. Én csak azt gondoltam, hogy jaj, nem sok-e, mert éreztem, hogy ha ő ezt megcsinálja úgy, ahogy gondolja, akkor mindenki sírni. Sírni fog. Bejött. Nem voltam biztos, hogy ez jó. De hát ez Mari.
Hát akkor mindegy, ő ezt akarja. Ő nem tudja a félfenékkel megülni a lovat. Nem, tehát, nem. Hogy ő akkor abba bele... Igen. Az hogy volt ez a... Most adtál egy interjút a Heti Válasznak, amiben elmesélted ezt, hogy hogy lett pénz erre a filmre. Hogy sokáig nem volt rá pénz. Na, hát ez úgy volt, igen. És akkor volt egy találkozó a Vajnáékkal, igen. Nem? Igen, de ez... Hogy volt minden ez? Újságíró össze-vissza beszélt, és most mondd el! És botrány, hogy mit tudom én, mit mondtam. Én nem szeretek politizálni. 10 évig majdnem nem volt filmgyártás, mikor megszüntették MMA-t, igen. Akkor jött a Vajna, akkor jött ott a... Volt egy átmeneti időszak. Átmeneti időszak, jött a Körös, mindenki az elején lázadott, aztán mindenki megszokta, hogy ez így van, és aztán egyszerre csak elkezdett működni. Nyilván a Vajna, meg kell mondjam neked, és az őszintén mondom, én nem tudom, hogy az ő élete az egy bonyolult élet, hogy ő miért lett üzletember, miért volt ott, miért jött ide, ez az ő története. És ő nagyon ért a filmhez, és szereti a filmet. Az, hogy ő egy nagy országban élt, ahol a nagy ipar, a filmgyártás, az nyilván nagyon hatott rá, és ő ezt nyilván meg akarta itt mutatni, de hát tévedett, mert ez egy kis ország, itt nincs annyi színész, itt nincs annyi pénz, itt nincs annyi szóval nincs nem annyi. És ő rájött arra, hogy ez nyilván nem másképp, magyar filmet kell csinálni, és elkezdték. Most én, mikor beadtam ezt a témát, akkor ott van egy, nem tudom, hogy nevezik őket. Egy bizottság. Egy bizottság. Igen. Aki ahányszor tárgyalta ezt a forgatókönyvet, mindig nagyon nem tetszett aha. nekik. Akkor változtattunk, akkor javítottunk, ami jót tett nekünk, mert mi csináltunk közben egy dokumentumfilmet. Igen, ebben a témában, igen. Ebben a témában, és láttuk az alanyokat, az embereket, akik ezt átélték, azt a csodálatos osztrák nőt, aki ezzel foglalkozik, és ez mind hasznos volt. És ez így ment majdnem 4 évig. Uh-huh. És akkor egy adott pillanatban a Vajna fölhívta a producert, a Pistit, a Majoros Pistit, és hogy jöjjünk be oda a kávéházba. Ja, a Nobu étteremben. Igen. Igen. És mi ott megálltunk az ajtóba, és ő ebédelt egy társasággal, ott láttam távol. Ő fölállt ott az ebédlő, és odajött hozzánk. Nagyon kedvesen, semmi pretencionális dologra. Ez egy hétköznapi dolog volt, ő semmi más nem akart. Ő nem akart velünk ebédelni, nem akart velünk kávézni, nem akart elemezni dolgokat. Ő csak azt akarta megkérdezni, hogy még mindig akarjuk ezt a filmet megcsinálni. És azt mondtam, hogy igen. Uh-huh. És akkor megkérdezte a Pistit, hogy mennyi pénz kell hozzá, és ahogy ez magyar film legyen. Mert hogy a főszereplő színésznőt, nem a Törőcsik Mari karaktert, hanem az Olga karaktert, aki Tóth Ildikó játszik, egyébként remekül. Igen, a filmben. Remekül. Őt első körben egy lengyel színésznőre szerette volna. Igen, a Kulesát, akit én ismerek, és aki egy csodálatos filmben játszott, és a film Oscart is kapott. És az Idában, nem? Igen, az Idában, és a Kules tényleg egy nagyszerű színésznő. Uh-huh. Ildikót valahogy ki is esett nekem, mert ő vidéken van színházban. Uh-huh. Tudtam mindig, hogy ő nagyszerű színésznő. És mikor az volt, hogy
csak magyar film, én még örültem, és persze, hát nem kell koprodukciót, mert kell erőltetni. Akkor azonnal az Ildikó jutott ezekbe. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez elkészült ez hát, a film. Igen, mert ez az, hogy nyilván te is, persze, de hogy ez tényleg nagyon örülök, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete ennek a filmnek az, hogy tele vagyunk titkokkal. Külön, nem csak a családunk, mindannyiunk családja tele van titkokkal, amelyek mérgeznek. Akár igen. Életünk végéig mérgeznek, vagy mérgezhetnek. De hogy az ország és is tele van titkokkal. Ugyanúgy rengeteg, bár aránylag tiszta életet éltem, meg minden, de a titkok vannak. De hogy szembe kell ezekkel igen. Nézni néha, igen. Nem? És nem, az sem baj, hogyha esetleg nem várunk az életünk utolsó hetéig. Nem az, hogy neked kell szembenézned, ez egy dolog. Ez is fontos, de nem szabad a környezetedet elveszíteni, nem szabad nekik hazudni. Uh-huh. Én még a szexről is megkérdezem az unokákat, az nem szégyen. Amikor látom, hogy egyik valami történet egy lányal, vagy mit tudom én, nem így megy, nem úgy megy, akkor megmondom, hogy olyannal ne járjál, akivel rossz együtt lenni. Uh-huh. Rossz... Miért nem mondjam meg? Hát én is megszenvedtem ezt, hogy mire rájöttem, hogy kivel jó nekem lenni. Igen, de olyan nehéz megmondani. Nagyon nehéz. Olyan nehéz már. Nagyon, borzasztó nehéz megmondani. Mert fájdalommal jár, és mert senki fájdalom. Nem szeret fájdalmat okozni a másiknak. Igen. Nincs is senki. Akkor csak a Pedro fog örülni. Kutyád? Igen. Na kíváncsi vagyok, milyen kutyája van. Hát... Jó! Te vagy Pedro, és azonnal a kamerára van. Igen, kutya imitátor. Na hát a te kutya, tehát az én kutyám az engeli nevegendeséggel. Amikor ti a Jancsóval összekerültetek, akkor ugye neki már volt, neked volt egy fiad, neki meg két gyermeke volt, ugye? Nem, de. Igen. De, jó mondom. Jó, és akkor mindenki Jancsó gyűjtőnéven működött tovább, tehát hogy ti kölcsönösen örökbe fogadtátok egymás gyermekeit? Ezt jól tudom? Nem. Vagy gyakorlatban volt ez inkább? Sokkal egyszerűbb volt. Az úgy volt, hogy mikor mi összekerültünk, és mikor lett végre egy lakásunk, akkor a gyerekeinket összegyűjtöttük, és soha többet nem beszéltünk semmiről, hogy a tied, enyém. Uh-huh. Ez megszűnt. Lett három gyerek. Három közös gyerek. Három közös gyerek, és mind a három Jancsó, és mind a három csodálatos, és felnőttek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtél egy picit ide az életed, meg hogy beszélgettél velünk. Ez megtiszteltetés is volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy találkoztunk. Én is. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Adhatod a puszit? Persze. Minden én jót csak neked. Azt akartam mondani, igen? Hogy azok az apám szobrai. Azok. Ja, meg a díjak is itt vannak mindenféle. Igen, itt a díjak is vannak. Igen. A Simike, a legkisebb unokám, szokta ezt a polcot pakolni, mert szeret mindent. Van mit. Igen, ezt láttam. Igen. És azok az édesapád. Az az édes, és az a kirgiz lány. Aha. Az még kirgizebb, és az én vagyok kicsi. Az a picike? Igen. Nagyon köszönjük, Márta. Nagyon további szépeket neked is. Még sok Mészáros Márta filmet. Hát, amit bírod addig. Meg akarom csinálni a Cserhátét. Oké. Okay. Jól hangzik. Hát mondjuk a történet az remek. Remek a történet, igen. És csodálatos hangja. Csodálatos az ember, csodálatos igen. Léte volt. Uh-huh. Nagyon különös. Igen. Szomorú. Akkor Cserháti film kapcsán. Ha máskor nem, akkor találkozunk. De remélem, hogy te is köszönjük.
a kis kutyoid jellege, mert hát a kutyákon is megőrülünk, amikor odaül, így néz, és most tette meg azért a csirkecombot titokba, és így folyik le, vagy lóg ki valamelyik, igen, igen, és így néz, hogy éhes vagyok. Egyrészt, másrészt milyen kapok enni, szóval érted, meg lehet őrülni tőle. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a vmn.hu YouTube csatornájához.